Szép estét köszöntök mindenkit, ez itt kulturális műsorunk a Nézőtér. Elsőként Lénárd Ferenc kiállítására látogatunk el, majd a Mátra Múzeumba érkezünk meg, ahol a Kancsen Dzöngán elhunyt fiatal hegymászó Kis Péter emlékére berendezett időszaki kiállításon nézünk körbe. Utána időutazásra hívunk titeket, a 19. századi piac forgatagába vetjük be magunkat. A művészbejáróban felidézzük a bornapok hangulatát, ahol Mikó Dalma a Vadfruttikkal beszélgetett. Tartsatok velünk ma is! Ha festhetnéke van, ecsetet ragad, mert nem tud nyugton maradni. Szereti az élénk színeket, a pirosat, a citromsárgát és az olajfesték a kedvence. Ő nem más, mint Lénárd Ferenc, aki a korát meghazudtoló lendülettel fest és alkot a mai napig. A mostani tárlat az elmúlt 2 év termését mutatja be. Lénárd Ferenc képei többször láthatta már a közönség Gyöngyösön. A jelenlegi tárlat 25 festményből áll. Portrék, tájképek, absztrakt képek sorakoznak a falon. A kiállítás apropóját pedig a művész 77. születésnapja adta. Az alkotó folyamatosan fest, vannak olyan vázlatai, amiket évtizedek után vett újra elő. Folyamatosan csinálom úgy van, nem hogy reggeltől estig, hanem mindig van félkészen, tehát mindig van belefogni egy újabbba. Valami beugrik, vagy hajnalba, vagy a buszon menet közben, vagy valahogy, vagy egyáltalán van olyan, hogy úgymond festhetnékem van. Voltak olyan vázlatok, amik most az utóbbi évtizedekben csináltam meg festménynek. A festő előszeretettel használja az élénk színeket, főleg a piros és a citromsárga dominál festményein. Szegény édesanyám mindig azt mondta, hogy Feritei inkább rajzolja, de van megint piros, mikor egy képemet meglátott, a később, mikor hát én 8-os elmúltam, kezdtem olajjal dolgozni, és akkor a piros szín mai napig is olyan képen nincs, amelyiken nincs piros. És szeretem ezeket, lehet, hogy mert a úgymond cigaltfestőkre jellemző ezek a vadszínek, meg a spanyoloké, meg tehát ez a délvidéki embereknek, a népcsoportoknak a színei ezek, ugye a tarka, barka, meg egyebek. A megnyitón a DVD együttes is közreműködött, többek között latin dallamokkal szórakoztatták a közönséget. Lénárd Ferenc kiállítása június 7-éig tekinthető meg a Mátra Honvéd Kaszinóban. Mentálisan nehezebb volt, mint fizikálisan, mondta a Kis Péter emléktúra után a tragikusan elhunyt hegymászó édesapja. Mindennek már 10 éve, de a megnyugvást az idei év hozta el számára. A történtek évfordulójára a Csúcsokon túl címmel egy élménybeszámolóval egybekötött emlékkiállítást szerveztek a Mátra Múzeumban. Idén 10 éve, hogy Kis Péter és Erős Zsolt hegymászás közben életüket vesztették a Kancsen Dzöngán. Ennek az évfordulónak az apropóján tartottak előadást a Mátra Múzeumban. Az akkori expedíció vezető Kollár Lajos mutatta be a Himalája egyik legnagyobb hegyét, majd Kis Péter édesapja is beszámolta a nemrégiben sikeresen teljesített Kancsen-dzöngai túráról. Emellett megnyílt a Csúcsokon túl címet viselő kiállítás is, ahol a résztvevők Péter személyes tárgyait és fényképeit tekinthették meg. Aki ide látogat, az
belelát majd egy kicsit Péternek így az életútjába. Itt vannak fotók kitéve, vannak érmei kitéve, vitrinekben vannak sellegei kitéve, egy-két személyes cuccai. Ez év december 12-ig Peti születésnapjáig lesz látogatható az időszaki kiállítás, úgyhogy addig, ha bárkinek van egy kis ideje, eljöhet, megnézheti. Az elmúlt pár évben Péter édesapja elhatározta, hogy bejárja azt az utat a hegyre, amit annak idején fia is megtett. Hosszú évek szervező munkája után a család Nepálba utazott, majd megkezdődött az embert próbáló expedíció a világ harmadik legnagyobb hegyének alaptáborába. Mentálisan nehezebb volt, mint fizikailag. Végigkövettük azt az útvonalat, ahol Péterék annak idején 10 évvel ezelőtt, ők is gyalog mentek végig ezen az útvonalon, és megpróbáltuk lekövetni egy az egybe azt az útvonalat. Olyan helyeken aludtunk, ahol ők is aludtak például. Feljöttek mindig ezek a régi emlékek, mert rengeteg fotó hazakerült akkoriból, hál' Istennek. Az akkori expedícióvezető, a Kollár Lajos, a Péternek a laptopját, azt vissza tudta hozzánk juttatni. Voltak jó pillanatok, voltak mélypontjaink, azért ez egy ilyen hullám volt az egész. Idősebb kis Péter arról is mesélt, milyen érzés volt, amikor az alaptáborba értek. Az utolsó pár 100 métert az alaptábori helikopterrel tettük meg. Amikor ott megérkeztünk, leszálltunk, akkor az igazán nagy zaj. A helikopternek a zaja, a nagy hóesés volt ott is előtte való este. És amikor elszállt onnan a helikopter, azért én nem is tudom, mintha más világba cseppettünk volna. Tehát mintha mindent lekapcsoltak volna. Semmi hang. És akkor döbbentem rá én arra, hogy itt vagyunk, és a fiam szinte kilométeres fogható távolságban van tőlem. És én nekem akkor tényleg volt egy olyan érzésem, hogy szerintem ez Péter meg Zsolt intézte el. És amikor ez úgy megtörtént, akkor úgy egy olyan, hogy mondjam, tehát mintha egy nagy súlyt vettem volna le a váramról. Én egy olyan megkönnyebbülést éreztem akkor, hogy itt vagyok és sikerült. A 19. századi piac Gyöngyösváros barátainak körének ikonikus rendezvénye korábban a városnapi programokat színesítette. Idén a Mátrai Bornapok vendégeit szórakoztatta vasárnap. A főtérre kigyöljetek, magatok jól érezzétek! Hamisítatlan vásári hangulat, korzózó hölgyek, huszárok és lovasok, és egy igazi híresség a kisdoboz szerepében. Egy délelőtre ismét a 19. században találhatták magukat azok, akik Gyöngyös főterén jártak. Az esemény már hagyományvárosunkban, melyet Gyöngyösváros barátainak köre szervezett meg. Az egyesület elnöke elmondta, nagyon fontos számukra a hagyományőrzés, ezért is ápolják nagy szeretettel ezt a rendezvényt.
Gyöngyösváros baráti köre idén ünnepli a 20. születésnapját, úgyhogy már maga a baráti kör is nagykorú. A rendezvény még kiskorú, de nagyon nagy szeretettel gondozzuk. Évek óta a városnaphoz kapcsolódóan pünkösd előtt a piac hozzájárul az önkormányzati rendezvények színességéhez, és korhű ruhába beöltöznek a tagjaink, illetve mindig van vendégtelepülés, akit meghívunk, jelenleg Gyöngyöshoj most látjuk vendégül. Baráti kör Gyöngyösváros egyik legnagyobb civil szervezete, és olyan tagjaink vannak, akik korábban is tettek a városé, és most is még akár nyugdíj mellett, akár munka mellett fontosnak tartják a helyi értékek megőrzését, a hagyományok ápolását, és én vallom, hogy ebbe a atomjaira a széthulló társadalomba a helyi közösségeknek egyre nagyobb az ereje, és egyre fontosabbak lesznek azok, hogy az emberek egy-egy rendezvény, egy-egy esemény alkalmával érezzék, hogy egy jó közösség tagjának lenni jó. A baráti kör következő rendezvénye a Zenevilágnapjára szervezett Gyöngyösi Opera Gála lesz, melyre már megkezdték az előkészületeket. Az eső és a hideg májusi időjárás ellenére is megtelt a főtér a háromnapos mátrai bornapokon. A téren felállított faházakban 19 borászat 120 féle borát kóstolhatták meg a fesztiválozók. A sztárfellépők mellett persze még sok-sok formáció színpadra lépett, a helyi tehetségektől az országosan ismert művészekig. Én azt látom, hogy nagyon fontos a borászoknak ez a hazai pálya, a hazai terep, és valahogy mindenki ragaszkodik hozzá. Ugye most Magyarországon két nagy borfesztivál is zajlik éppen, de több olyan borászat van, akik most éppen két vagy három fronton állják ezt a hétvégét, de itt vannak a Mátrában, és itt vannak kvázi az otthonukban, és azt látom, hogy senki nem adná fel ezt a helyi két fesztivált. A pénteki napot Magyarország egyik vezető alter rock zenekara, Avat Fruttig zárta.
Likó Marcellel és I.M. Jankkal a koncert után Mikó Dalma beszélgetett. Hál' Istennek az eső nem riasztotta el az embereket, és hát tömve volt a főtér, és hallottuk, hogy mennyire éneklik veletek a dalokat. Tavaly év szeptembere körül talán három tag kivált, és akkor csatlakoztatok ti a Marciékhoz. Milyen az összhang, milyen a csapatmunka? Nagyon kemény volt, egy nagy koncertrepertoárt kell nagyon gyorsan megtanulni, mert ugye január elején már volt az első koncert, úgyhogy a karácsonyi szezonban rengeteg próba, nagyon sok új szám, 30-35 számos repertoárt gyorsan betanultunk, és az elején még ez volt, hogy meló, de aztán az első néhány koncerten így kiderült, hogy igazából nagyon-nagyon jó közös rezgésen vagyunk, hogy ilyen álspiritualitással fejezzem ki magam. Szerintem megtaláltuk magunkat, ez nagyon sok szerencse is kellett, de valamiért ezt osztotta az élet, ezt a lapot, hogy szerencsénk lett, és megtaláltuk egymást. Igazából olyan, mint hogyha most alapítottunk volna a zenekart, szóval én elmondhatom, hogy haverok, barátok lettünk, meg alkotótársak, és ez szerintem látszik a színpadon is, ahogy érezzük magunkat, és a közönség is, ahogy érzünk magát. Most ugye vegyesen hallhattunk régi Vadfruttik dalokat, illetve az új lemezről is, és neked nem volt annyira új ez a lemez, mert hogyha jól tudom, akkor te közreműködtél az elkészítésénél. Mik a tapasztalatok, hogy fogadja a közönség az új dalokat? Minden elvárásunkat felülmúlja valójában. Nyilván egy 23 számos koncertrepertoárban azért még mindig a régi számok azok, amik a túlnyomóan vesznek részt. De valójában az új lemez az egy nagyon, azt mondanám, hogy kísérletező, nem kimondottan kiszolgáló, nem slágeres dolog. Ennek ellenére szeretik és igénylik. Amennyire olvassuk a kommenteket, meg látjuk a visszajelzéseket, sőt, mi több, az egy-két ilyen legmeredekebb, legsötétebb szám, mint a Kegyelem, meg a Ballagsz tovább. Ezeket mi nagyon szeretjük, de nagyon óvatosan mutattuk meg, hogy nézzük meg, hogy reagálnak, és ezeket szeretik a legjobban. Szóval azt hiszem, hogy a lendület, meg az energia, amivel játsszuk őket, az valahogy átvezeti az embereket azon, hogy ez kicsit furcsább, meg szokatlanabb világ, mint a korábbi dalok. Úgyhogy én működni látom egyelőre. És egyébként én azt, tehát ilyen saját tapasztalat vagy érzés, hogy teljesen másképp szól így élőben, mert nyilván meghallgattam az új lemeznek a dalait, és hát teszteltétek a Facebookon egyesével, így nyomtátok ki, és jöttek a válaszok. Valóban kicsit sötétre sikeredett. Ez minek köszönhető? Ez kinek a lelki állapotát tükrözi? Szerintem mindannyiunkat. De azért a Vadfruttik sose volt egy ilyen sunshine happy zenekar, ezért ezt lássuk be. Szóval én azt gondolom, hogy amikor így sötétre van apostrofálva az új lemez, akkor ne felejtsük, hogy mi ennek a zenekarnak az ismérve, mondani valója, mi az embereknek a háttere. Én azt gondolom, hogy a saját élettörténetünk is, a tapasztalataink is, meg a gondolataink is, valójában minket az érdekel, azt hiszem, a zenélésben, hogy ezeket a fontos emberi dolgokat megpróbáljuk megfogalmazni, és ne a táncivánci legyen a fő cél. Azt rengeteg sokan tök jól elvégzik ezt a feladatot. Mi szeretünk mélyre menni, persze óvatosan, de azért legyen már értelme annak, hogy zenélünk. És hát van egy masszív rajongó táborotok, aki ezt igényli is. Hogyan készültök a nyárra? Hát próbálunk sokat, megfejtjük a számlistát, bővítjük régi számokkal újra, és szerencsére bent tudunk tartani az új lemezből már szerintem vagy 6 számot a 10-11-ből, ami szerintem nagyon durva. Úgyhogy próbákkal készülünk leginkább. Van néhány kiemelt koncert, ahova készülünk ilyen különlegesebb flashekkel, és valójában ennyi. Dolgozunk, hogy minden jó legyen. Klubkoncertek vagy inkább fesztiválok lesznek túlsúlyban? Fesztivál. Szeretitek a fesztiválokat? Ez szerintem attól függ, hogy kit kérdezel a zenekarból, ez attól változik, de... Marci szerintem szereti a fesztivált. Szeretem a fesztiválokat. Nálunk inkább mostanában az a nehezebb, hogy hogyan vagyunk képesek nagyon-nagyon gyorsan összepakolni. Tehát... Igen, leginkább ez egy... Amúgy ez egy, az viccen kívül ez egy fontos skill, mert nagyon bonyolult lett a setup azzal, hogy nincs playback. És azért nagyon komplex technikailag, szóval ez egy fesztivál színpadon ez eléggé kemény kihívás, hogy így hogyan legyen a fél órás pakolásból, vagy egy órásból fél órás. Ebben az évben az a dolgunk, hogy bizonyítsunk, és ezen vagyunk folyamatosan. És ha már bizonyítás, nyilván itt a legutóbbi lemeznek a dalai lesznek előtérben, de nyilván az új csapatnak van egy másfajta szemléletmódja is, ha lehet így fogalmazni. Azért új dalokban gondolkodtok, vagy már itt születnek néha például az utazások alkalmával ilyen kis gondolatindítók? Igen, ez egy remek kérdés, igen, ez egy remek kérdés. Alakul, jönnek az új ötletek, még pont masszírozzuk azt, hogy hogyan, miként tudunk elvonulni időszakokra együtt dolgozni. A Marci meg a Gergő
így szépen tologatja befelé, csöpögteti az új ötleteket, de van egy kifejezett szándék, ami szerint az új anyagokat azt ilyen hagyományos módon együtt összeülve fejtjük meg. Ez még előttünk áll, de ebben az évben én személyesen biztos vagyok abban, hogy fogunk dolgozni új dalokon. Na hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát a gyöngyösiek nagyon örülnek, hogy ismét ellátogattatok hozzánk. Reméljük, hogy hamarosan megint jöttök, aztán nagyon jó pihenést, és hát jó szórakozást a következő koncertekre. Most a moziajánlóval folytatjuk. A könyvklub következő fejezetében azt láthatjuk, hogyan kerekedik négy barátnő számára egy vakáció, egy életre szóló országjáró karantúrává. Nagyszerű sétálós város. Belle donne! Le viti più vecchie, danno l'uva più dolce. Mit mondott Tef? Minél öregebb a tőke, annál édesebb a gyümölcs. Meghozzuk a formát. A szeretett Oscar-díjas animációs mesét, a Kishablányt a látnoki filmrendező Rob Marshall gondolta újra. Hogy hogyan? Hát így. Szabályt szektél. Felmentél a másik világba. Egy férfi fuldoklott, meg kellett mentenem. Vess véget ennek a vonzalmatnak. Meg akarom ismerni az embereket. Ariel, ne! A könyvklub várva várt folytatásában a négy legjobb barátnő Olaszországba viszi klubját. Egy olyan bulis csajos utazásra, amelyben eddig még sohasem volt részük. Amikor az események elszabadulnak és féltve őrzött titkaikról hull le a lepel, hősnőink nyugis vakációjából egy életre szóló országjáró kaland túra kerekedik. Halló, ön a nyugdíjas és tehetséges otthont hívta. Most hol vagy? Templomban, kérlek. Mi van? Komolyan mondod? Helyet keresünk az esküvőhöz. Templomban készülsz férjhez menni? Meglep, hogy nem lobbantál lángra, ahogy átlépted a küszöböt. Évre és Arthurra. Ó, köszönöm. Szerintem menjünk el Olaszországba. Olaszországba? Ez lehetne Viv leány búcsúja. Leány búcsú? Mit művelünk? Szerintem romantikus. De közben agyrém. Roma, nagyszerű sétálós város. Belle donne! Le viti più vecchie, danno l'uva più dolce. Mit mondott Tef? Minél öregebb a tőke, annál édesebb a gyümölcs. Meghozzuk a formát. Örülök, hogy most csatlakoztak hozzánk. És az nem lesz probléma, hogy felbukkan négy váratlan nő? Ez Olaszország. Mindig van hely váratlan, gyönyörű nőknek. Gianni! Mi az a Gianni? Mit keresel te itt? Ez szakácsiskolám. Wow! Kezdésnek is étvágygerésztő. Szerintem bizonyos vágyak már fel vannak gerjedve. Teljesen mesés. Ez túl menyasszonyos. Nem elég menyasszonyos. Pompás. Most jöjjön valaki más. Enyhén botrányos. Ne mozduljon! Mit művel itt? Engem művel. 50 éve a legjobb barátnők vagyunk. És te beleszel? Férjezve. A szólószámom így. Végre van a hára. Le fog zárulni. Nálad bátrabb embert nem ismerek. Már csak az a kérdés, hogy fogjuk ezt is elszúrni. Alig várom, hogy megtudjam. Kezdődik a legvadabb fejezetük. Még túl korai arról beszélni, hogy kit teszünk meg először? Szerintem mind tudjuk, hogy kit. Hé! Egy 70-es nő, hogy csöppen bele abba, hogy férjhez megy? Úgy, hogy a kezébe veszi a saját sorsát. Könyvklub, a következő fejezet. Ez egy leánybúcsú. Tudod, hogy ez mit jelent? Pucérpasikat fogunk nézegetni. Itt mi a protokoll? Hová kell dugni az $1-osokat? A Kishableány történetében Ariel arra vágyik, hogy többet megtudjon a tengeren túli világról, és miközben felkeresi a felszínt, beleszeret Erik hercegbe. Ugyan a sellőknek tilos kapcsolatba lépniük az emberekkel, Arielnek a szívét kell követnie. Thank you.
Keressétek az öbölben! Erre van! Szabályt szektél? Felmentél a másik világba? Egy férfi fuldoklott, meg kellett mentenem. Vess véget ennek a vonzalmatnak! Meg akarom ismerni az embereket. Ariel! Ne! Rob Marshall-tól. Szegény gyermek, segíthetek neked. Ahhoz, hogy megkapd, amit akarsz, neked is igazi emberré kell válnod. Tudnál segíteni? Én ezért élek. Itt valami bizony megváltozott. Nem tudok rájönni. Lába van, te idióta! Nem tudom, hol és mikor. Valahogy visszahúz a szívem. Hidd el nekem, ember, te meg hableány! Ettől nem leszünk ellenségek! A kis hableány. Ennyi volt mára a moziklip, a részletes mozi műsort a gyöngyösmozi.hu oldalon találjátok. Ugyanígy tudtok online jegyet venni, hogyha el szeretnétek kerülni a sorban állást. Jó filmezést kívánok mindenkinek! Ennyi volt már a Nézőtér, műsorunk tartalmát keressétek Instagramon, Facebookon, YouTube-on és TikTokon, mert hogy ott is fönt vagyunk, és egy hét múlva fogunk találkozni legközelebb, 18:35-kor, addig is szép hetet kívánok, viszlát, sziasztok!